Szeretlek és hiányzol, de küzdök érted, ezt üzente hugának Szilágyi Liliána, Európa-bajnok ezüstérmes úszó, aki testi, lelki és szexuális bántalmazással vádolja édesapját. A türelmen és megértésen túl a szakemberek szerint az lenne még fontos, hogy ez az üzenet eljusson a sportoló testvéréhez. Büszkeség, erő, remény. Ezek az érzések kavarognak Szilágyi Liliánában, aki legújabb nyíltlevelében apjának nem, csak húgának üzent. Mint írta, minden, amit tettem és teszek, az nagy részben azért van, hogy egyszer te is szabadon tudj élni. Hozzátette azt is, hogy idézem, elmondhatatlanul szeretlek és hiányzol, de küzdök érted. Anyuval küzdünk érted minden téren. Kerestük a sportolót, de a képviseletet ellátó menedzsment azt írta, nem szeretnének szappanoperát kreálni a bántalmazási ügyből, így most nem kívánnak nyilatkozni. Hogy miért vállalta nyíltan traumáit, arról az úszó pár napja beszélt Rónai Egonnak. A másik pedig az, hogy a jelenlegi helyzetben a húgom még mindig ott van az édesapámnál, és szeretnénk neki is egy irányt mutatni, hogy most hány éves? Most lett októberben 18. Szilágyi Zoltánt is kerestük, de adásunkig nem érkezett válasz. Nyilván most ez lenne a cél, hogy az üzenetek eljussanak hozzá. Ezt már a Patent Egyesület munkatársa mondta Szilágyi Liliána legfrissebb írása kapcsán, amivel saját húgát célozza meg. A szakember a bántalmazó kapcsolatokra kitérve elmondta, ilyenkor a kontroll a külvilágtól való elzárással indulhat. Ez több célt szolgál. Az egyik az az, hogy hát ne tudjon segítséget kérni kívülről, ne legyen támasza neki, a másik pedig az, hogy sokkal könnyebb így átnyomni azt a szemléletmódot, világlátást, a gondolatait, amit a bántalmazó akar. A kontroll alávonás hosszú folyamat és rengeteg arca van. A nem tehetsz róla, tehetsz ellene oldal alapítója szerint ilyen a személyiség és az önértékelés leépítése is. A beszűkült tudatállapotban pedig azt is nehéz felismerni, ha valaki idővel áldozattá válik. De arra meg utoljára gondol, hogy tehetne valamit a saját sorsáért, egész egyszerűen abból az okból kifolyólag, hogy nem hiszi el, hogy esélye van érdemben megmentenie saját magát. A konkrét ügyre reflektálva mérővel hozzátette, türelemre és megértésre van szükség, hogy Szilágyi Liliána húga visszataláljon a családjához.